Megkezdődtek Kovásznán és Csomakőrösön a magyar tudós emlékét idéző Kőrösi Csoma Sándor napok. A július 1-e és 3-a között zajló rendezvénysorozat keretében nemzetközi konferenciát tartottak. Szombaton a kutató életútját méltatják ünnepi istentiszteleten, az emlékház palán pedig felavatják a Kőrösi Csoma Sándor domborművet. Csomakőrösön nemzetközi tudományos konferenciával kezdődött a 19. századi magyar tudós és nyelvkutató szellemiségét éltető Kőrösi Csoma Sándor napok. A szülőfaluban megtartott Kőrösi Csoma Sándor az Idő arcai című értekezleten a Kárpát-medence mintegy 40 keletkutatója vett részt. Mindannyian ugyanazt kutatjuk tulajdonképpen a magyar gyökereinket, az őseinket, ki a maga eszközeivel, néprajzi, régészeti, de akár nyelvészeti, vagy természettudományos, vagy spirituális útvonalon ugyanoda próbálunk tulajdonképpen eljutni. És ennek a törekvésnek a szimbóluma Kőrösi Csoma Sándor, és ennek állít emléket ez a konferencia. Kovásznán a Kőrösi Csoma Sándor szobornál gyertyás-fáklyás emlékezés zajlott. Csoma Sándor a 19. század elején indult el a háromszéki Csomakőrösről Ázsiába felkutatni a magyarok őseit vagy azok emlékeit. Útja során 12.000 kilométert gyalogolt és 20 nyelvet sajátított el. A nyugati világ kezébe adta a buddhizmus legmagasabb szintű fordítását, a tibeti kultúra megismerésének lehetőségét. Munkássága ma már a világemlékezet része. Nekünk, mint szülőföldnek kötelességünk emlékezni rá, és ezt az emléket ébren tartani, hiszen mi meg akarunk maradni, és ő egy erőforrás ebben a megmaradásban. Úgy alakult a dolog, hogy az idén egy különleges mozzanat, hogy Túri Török Tibor Keszthelyén élő szobrászművész adományként egy domborművet juttatott el hozzánk, amelyet fel fogunk avatni. Szombaton a Csoma Emlékháznál átadják a Kőrösi Csoma Sándor emlékérmet. Az idén a kitüntetést a magyarországi Flórián Csaba orvos kapja, aki egész életében azért munkálkodott, hogy a háromszéki magyar tudós életművét ismertté tegye.